Köszöntöm a Panongazda nézőit! Mai műsorunkban tejtermelőkhöz és sertéstenyésztőkhöz látogatunk, ugyanis egyre több gazda gondolkodik el azon, hogy felszámolja az állatállományt. Műsorunk folytatásába pedig utána járunk, hogy milyen évet zártak a gyümölcsészek, hiszen itt is a többség az idei aszálykárokra panaszkodik. Mindezek előtt azonban legfrissebb termintősdei híreink következnek. Egyre többen hagynak fel az állattenyésztéssel Vajdaságban. Az idei aszály, a drága takarmány és a munkaerőhiány mellett a legnagyobb gondot az alacsony felvásárlási árak jelentik. A csantavéri Dér László évekig foglalkozott állattenyésztéssel, főleg szarvasmarhákat tartott. A gazda elmondta, a takarmány és az egyéb költségek egyre csak drágultak, a tejfelvásárlási ára azonban ezt nem követte. Ezért augusztusban az utolsó két tehenét is eladta. A tejára nagyon lent volt, tehát ez nagyon rosszul ment itt az utolsó 10-15 évben már, és akkor most itt elszabadult az infláció, elszabadult minden, a tejára is mozdult főfelé, meg a bikaára is, az kész hizlat állatoknak az ára is, de viszont, ha megnézzük, a takarmányára is ugyanúgy, tehát sőt, még ha megszámoljuk, lehet, még nem, hogy jobb, hanem még rosszabb maradt, mert őrlet fönt van kukoricára, szénára. Ránk jött ez az aszály, hereszéna nem lett, alig lett, kukoricatermést tudjuk, borzasztó, ilyen 10-20%-ok teremtek. És akkor most, ha volna jószág, őrlet vagyonokat ki kellene adni, a megvenni a hereszénát, a kukoricát, így gondoltuk, megállunk, csak a főtte foglalkozunk. Csantavér nem nagy falucska, 6-7 ezer lakos vagy, ha van annyi. Azt halljuk, hogy ismerőseink rengeteg van, már egy 10-15 éve, hogy ő is leállt, ő is abba adta, ő is, fiatalabbak is, nem is egy tehenezett, vagy volt olyan, hogy csak a bikákat hizlalta, abba is leállt, mert nem érte még. Úgyhogy nem mi vagyunk az elsők, lehet, hogy a 20-ak se, hanem már sokatikak. Balassa Miklós közel 650 szarvasmarhát nevel birtokán. Elmondta, hogy a tavaszi vetésekből, mint a szemes, mint a tömegtakarmányból is szinte csak 10%-át tudták hasznosítani. A csőhiányos kukorica energiahiányossága miatt azonban nem lesz megfelelő minőségű tej és hús sem. A gazda egyedül a lucerna termésben bízik, amelynek most van az 5. kaszálása, viszont az őszi csapadék miatt nem tudják végezni a munkálatokat sem. A tömegtakarmánynak a kukoricát ugye lesilóztuk, az egy ilyen háromszorosát kellett mennyiségben, mint a másik években, holott nem is benne energia, mert ugye nem volt rajta cső, meg szem, ugye abból már nem lesz nagy energia, nem lesz se hús, se tej. A lucerna nagy szárasában nyáron két kaszálás nem tudott elérni, most jönne az 5., ebből talán lenne valami. Most még viszont idejött a csapadékos idő szeptemberben, és azóta még az fékező, hogy azokat tudjuk legalább összeszedni még, ami kint van a határban, egyedül lucerna, más már nem maradt, a kukoricákat azokat már letörték, azok már le vannak aratva, napraforgó is nagyon gyöngén termett, ilyen 6-10 mázsát holdanként, tehát az is nagyon aszályos, káros út volt, amiket mi termeltünk. Hát, hogy tudjuk átvészelni, ez egy nagyon nagy kérdés. Az állomány megvan, és amiből van még egy kis tartalékunk az előző évről, azt hát bedobjuk, a termelés le fog csökkenni, nem lesz annyi tej, ugye, tehenenként, mert ugye nincsen energia, ezt nem lehet zsákból pótolni, se anyagilag, se fizikailag az állatok nem tudják fölvenni, úgyhogy biztosan, hogy meg fog drágulni, és hiány fog belőle lenni. Itten nálunk ugye nagyobb termelés van, mi nem bírjuk kannázni, üvegezni tejet, nem is, nincs is rá kereslet. Hát a tejár az meg ugye, hát fékezve van, a szociális program véget, úgy gondoljuk, meg a hús is, és azt tehát nagyon lassan emelkedik a takarmány árhoz viszonyítva, az nem tudja követni, meg az energia, hogy elszabadultak.
ezt tehát már a földolgozókkal több-több alkalommal beszéltük, de hát mindig csak ilyen egy-két dináros mozdulást tudunk elmozdítani a tejárból. De hát ez látjuk, ugye olyan lesz, hogy aki bírja, kitartja, aki nem, az meg így eladja az állatokat, és akkor besukja a telepet, mert ebből más megoldás nem lesz. Az állam az nem tud egy ilyen asztálykárra, azt nagyon kellett volna, hogy valamilyen támogatást adjon. Ő most védekezett, hogy adott 5 dinárt a literenként a prémiumnál, valami emelét is adott, az állam adta. De hát az egy csöpp a tengerben, mert itt nem arról van szó, hogy csak egy-két dinár, itt egy nagyobb másmilyen takarmány támogatásról lett volna szó, de hát ugye megígérték, mikor voltak ezek a felvonulások a városokba is, de viszont abból még mi nem látunk semmi eredményt, a gabonárnál se, és a támogatásnál se. A Balassa farmon napi 2-szer fejnek, minden 12 órában, azonban napi 3-szori fej is lenne az ideális, de munkaerő hiány miatt ez kivitelezhetetlen. Eddig napi szinten tehenenként 35-36 liter termelési szint volt a jellemző, most viszont a siló energia hiányossága miatt ez lecsökkent 33 literre. Magyar Kanizsa községben is csökkent az állattartók száma, itt főként sertéstenyésztőkből van egyre kevesebb. Évről évre egyre többen hagynak fel az állattenyésztéssel, mint mondják a jelenlegi árkülönbségeket, ami a kiadásokat és a bevételeket érinti, ilyen helyzetben nem lehet megteremteni. Térségünkben talán leghamarabb ezt a rohamosan növő tendenciát a hízósertéssel foglalkozók nem tudták követni. Volt, amikor 105 dinárt fizettek élő súlyban egy disznóért, míg pár héttel ezelőtt ez elérte a 300 dinárt. Viszont amikor magas volt a felvásárlási ár, és valamelyest nőtt a kereslet, már nem volt mit eladni. A sertéstenyésztés ez itt a környékünkön hát szinte behalt. Itt hát 3 hetente jó, ha egy 30-40 disznó összejön a fölvásárlásra. Mennyi most per pillanat az ára, kereslet, kínálat, hogy mind működik? Hát kereslet most megcsapant úgy szintén a disznó iránt, mert valami behozatal van, azt hiszem féldisznó, sertéshúsz, nem tudom mi jön be, és így lement a zára, hát a nagyobb fővásárlók csak 230 dinárt tudnák fizetni a termelőnek, a nagyobb fővásárlók, amit kínálnak, a kisebbek ezek még ilyen 250-60 dinárokat fizetnek a sertésért. Ez az ár mennyire jó ár? Idézőjelbe a takarmányhoz képest. Hát ez az ár a takarmányhoz képest nem jó. Itt legalább 300 dinár kerül kellene, hogy alakuljon az élő jószág ára, hogy az ember pozitívan jöjjön ki vele. Hasonló helyzet uralkodik a szarvasmarha tenyésztéknél is. Amikor lett volna ára jószágnak, nem volt kereslet. A gazdák felszámolták a jószágokat, hiszen nem volt értelmeltetni őket. A megmaradt tenyésztők egyik reménye a tej és a tejprémium árának növekedése volt, ami most egyelőre még nem valósult meg. A gazdák számára egy furcsa és érthetetlen helyzet alakult ki. Úgy vélik, ez, hogy a boltokban irreálisan magas a tejára egyáltalán nem jogos, miközben az általuk eladott tej áron alul kerül kifizetésre. A tejprémium pedig késik, pedig ezek az árak mellett nagy szükség lenne erre az összegre is. A tejprémium kifizetése az attól függ, ez egy relatív fogalom, hogy mikor van időben, még már szeretik volna, régen megvan, de még nem kaptuk meg, és tudunk erről a tüntetésről, ottan megígérték, hogy megkapjuk a 15 dinárt, amit már eddig is megkaptunk, aztán azt olvastam, hogy azt visszavonták, most nem tudunk semmit. Azt tudom mondani, hogy tejhiány van, csak azt nem értem, hogy mitől lett tejhiány, mert mink szeptember 1-én is ugyanannyi tejet fejtünk, mint augusztus 31-én, de ők már augusztusban tudták, hogy szeptember 1-től itten tejhiány fog lenni. Ez az új tejgyárban olyan gondok voltak, hogy még volt, amikor este nem tudták, hogy másnapi tej hova lesz. Akkor meg kellett egy bizonyos mennyiséget szárítani nekik, de aztán kereslet mutatkozott a tejre, és akkor aránylag elég jó megy a dolog, tehát megvonnánk elégedve, még ha prémiumot is megkapnánk, különösen 15 dinárt, akkor.
Az állattenyésztés körüli problémák már évekre visszavezethetőek. Évről évre egyre jobban nőtek a befektetési árak és a megvalósított jövedelem közötti különbségek, amit a termelők nem tudtak követni, így lassan eladogatták a jószágokat. Ez az év és a jövői pedig még nehezebb lesz. Én úgy érzem, hogy az ez évi oszálynak a hatása igazán majd még a 2023 évben fog bekövetkezni, amikor már a tartalékok is fogynak a termelők kezében. Most még tartalékból be tudják az őszivetéseket finanszírozni, úgymond, de a takarmányellátás már akadályokban ütközik, tudva levő, hogy a herekaszálások is szinte negyed része valósult meg mennyiségileg, mint ami az elmúlt esztendőkben. Most az ötödik kaszálás helyre mutat nagyon szépet, ez a most lehullott csapadék folytán kifejlődött ellenben most itt a rizikója annak, hogy hogyan szárad be, hogyha a termelő lekaszálja, legfeljebb szenást tud belőle készíteni, ez is jól fog jönni a jószágnak, ellenben abraktakarmány mutatkozik hiányában jelentősen, nagyon nagy ráfordítás igényel azoknak a termelőknek, akik meghagyják a jószágállományt, hiszen, mint mondottam, ami pici megtermet, az is minőségtelen. Ahogy említette, tehát nem egy-két év kellett ahhoz, hogy itt tartson az állatállomány, ahol jelen pillanatban tart. Mi lehetne erre a megoldás hosszabb távon gondolkodva? Hosszabb távon gondolkodva természetesen a nyers tej árának az emelése, sürgősen a prémiumoknak az emelése és a haladéktalan kifizetése, hogy a tenyésztők tudják finanszírozni a takarmányt, vásárlását és a vitaminpótlást a jószágoknál. Korrekt vevőkre volna szükség a hízó marhákat illetőleg, akik rögtön fizetnek és becsületes árat adnak, ellenben tudjuk, hogy a vevők is kihasználják ezt a helyzetet, amikor nagy a kínálat, akkor persze lenyomják az árát, mert tudják, hogy a termelő úgy is eladja, mert nem tudja kitartani őket. Sajnos én attól félek, hogy vissza fogunk esni a termelést illetőleg a 60-as, 70-es évekre, amikor alig volt egy-egy gazdaságban 5-6 darab lábas jószág. A gazdakör elnöke kiemelte, a takarmány beszerzése mellett nagy gondot okoz annak minősége is, ami ebben az évben tápértékben igen szegény. Katasztrofális évet zárhatnak az északbácskai gyümölcstermesztők is. A fagy és az aszály után most az alacsony felvásárlási árak okoznak problémát. Javában zajlik az almaszüret az északbácskai homokvidéken. Hajdújáráson a magyar határhoz közeli gyümölcsösöket szinte minden évben éri fagykár. Idén az aszály is jelentős terméskiesést okozott. Most viszont a csapadékos időjárás hatására repedések jelentek meg az almán. Ábrahám Sándor alma ültetvényein kevés az első osztályúként értékesíthető gyümölcs, a hulló almát pedig még összeszedni sem érdemes. A léalmát mindössze 8 dinárért veszik át a felvásárlók, a pálinkába valót pedig 12 dinárért tudják eladni. Ott jártunkkor épp az ajdréd almát szedték. A fagykárnak bizony nagy nyomai vannak a termésen. Itt a felső részén a bajsza körül fótokban ez már ugye virágzás óta követi az almát, tehát ezzel mi nem tudtunk semmit csinálni. Termelők, ez létezik, ez van, ezt a jelenleg ezzel küzdünk. Nem is tudom, hogy kidobáljuk-e belőle, vagy beletegyük a ládába. Ha nem tesszük bele a ládába, akkor szinte semennyi termésünk nem marad. Úgyhogy nem túl jókat tudok erről mondani. Az utolsó két hétben, ami csapadék leesett, az pedig most elkezdte ugye fújni az almát, és ebből kifolyólag látszik, hogy repednek kettőbe a termések. Ez az ajdarédnál legfőképpen látszódik, de a többi fajtáknál is meg fog jelenni. Termés mennyiségével még meg is lennénk elégedve, úgyhogy azt nem mondhatom, hogy nincs termés. Sajnos a minőség az
az nagyon gyengére sikerült az idén, és ez nem a gazdáknak a hibája. Az almaszüret még legalább egy hónapig eltart, a Granny Smith-et például majd csak október közepétől szedik. Almát válogatnak a hajdúrási hűtőházban, az elmúlt évekhez képest egyelőre elenyésző mennyiségű gyümölcs vár betárolásra. Az már szinte teljesen biztos, hogy az idén nem fognak megtelni a hűtőház kamrái. Királyhalmon viszont akadnak olyan almások, ahol roskadoznak a fák az első osztályú gyümölcstől. Galgóci Szabolcs gyümölcsösében az idény munkások alig győzik a munkát. A királyhalmi gazda elégedett a mennyiséggel és a minőséggel is. Most per pillanat az arandelisesznek a szüretelése megy, a terméssel meg vagyunk elégedve, a mennyiség is, a minőség is nagyjából elfogadható, egyedül a zár az, ami nem igazán kecsegtető, viszont igyekeznünk kell, mert most minduntalan az eső az bezavar. A jó termés miatti örömbe tehát üröm is vegyül, jelenleg ugyanis az orosz piacra kiszállított prémium minőségű alma kilójáért mindössze 30 dinárt kapnak a termelők, ez pedig számításaik szerint még a termelési költségeket sem fedezi. A királyhalmi gazda egyébként a most szedett teljes termésmennyiséget már eladta az orosz partnereknek. Ennyi fért mai műsorunkba. Adásunkat visszanézhetik a www.pannonrtv.com oldalon. Jövő héten ismét várom Önöket aktuális mezőgazdasági témákkal és érdekességekkel. Viszontlátásra!